Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! A Városi Kispeás labdarúgó bajnokság első osztályában a 8. forduló mérkőzéseit két részletben, azonban nem egy azon héten rendezték. Az október 22-i játéknap eredményei már szerepeltek a múlt heti tabellában is, a lista azonban csak most vált teljessé. A 8. fordulóban a MÁV Alba Kerámia 57 Kft. Kronos csapata az Old Boys-szal találkozott. Lássuk a mérkőzést! Az első osztály 8. fordulójában két közel azonos teljesítményt produkáló csapat méri össze erejét. Fehér mezben balról jobbra támad az Old Boys, fekete-fehérben szokásos szerelésében pedig a MÁV Alba Kerámia 57 Kft. Kronosz együttese. Az Old Boys jelenleg a 9., a MÁV pedig a 10. a tabellán. Mindkét együttes 7 mérkőzést játszott eddig. Ez azért érdekes, hiába a 8. fordulóban járunk, azért akadtak meccs számbeli különbségek, hiszen a 8. forduló első játéknapját még októberben rendezték előrehozva, és most november elejére maradt a 2. játéknap 3 találkozója. Tehát Old Boys MÁV. Mindkét csapat 7 mérkőzést vívott eddig, az Old Boys 3-szor aratott győzelmet, és 4-szer szenvedett vereséget, 9 pontot gyűjtve eddig, a MÁV pedig 2-szer győzött és 5-ször hagyta el a játékteret vesztesen, így 6 ponttal áll a tabellán. Az Old Boys 27 gólt lőtt eddig, és 29-et kapott, a MÁV-nak valamivel rosszabb a gólkülönbsége, 16 lőtt és 25 kapott találat. Nézzük a két csapat összeállítását. A MÁV kapujában Jankovics László, mezőnyben pedig a kezdő csapat hármassal Kukancsik Zoltán, 15-össel Pusztai Attila, 8-assal Pető István, 7-essel Lukács Krisztián és 6-ossal Manics Péter. A másik oldalon a kapuban Fehér Miklós, akik mezőnyben tevékenykednek. 9-essel Hajnal Imre, 5-össel Juhász Károly, 7-essel Cserny Csaba, 3-assal Tujner Viktor és 10-essel Fodor Tamás. Egyelőre még nem esett gól a mérkőzésen, a 3. percben járunk. Pető bedobása, Pusztai Pukancsik csúsztatott, a labda a kapu mellé szállt. Csernyi. Pető őrzi keményen, szabad rúgás kifelé. Old Boys kispadján Rikli Csaba és Gelencsér Péter várnak bevetésre. A másik oldalon pedig egyelőre egy csere játékos ücsörög a padon. Rikli Csaba, elnézést, Rapali Tibor személyében. Hajnal. Mon is tette vissza egyből a labdát Pusztai. Pető felvertíti a magasba. Fehér kijön a kapujából, de a 6-os vonalon kívül ért a játékszerhez, ezért szabadrugáshoz jut a MÁV. A 2002-2003-as bajnokságban a MÁV Alba Kerámia 57 Kft. Az 5. helyen végzett, az Old Boys pedig ekkor még nem szerepelt ezen a néven a bajnokságban, igaz? Ezek a játékosok zömében, mint szóhoz jutottak, akkor még a klub fece csapatában. Vetőszöglete. Lukács érkezett középre,
Érkezik a labda, aztán most már a hálóban köt ki. Az ismétlést már nem tudta hárítani Fehér. Az 5. percben megszerzi a vezetést a MÁV Alba Kerámia 57 Kft. Kronos csapata. Lukács Krisztián révén. Pető szögletét követően érkezett a labda középre. Lukács egyből lőtt, Fehér ezt még hárítani tudta. Aztán a kipattanót Lukács már a kapu jobb oldalába helyezte. Ekkor a hálóőr már tehetetlen volt. Így 1-0-ra vezet a MÁV. Cserny szöglete, és aztán ott az egyenlítés a másik oldalon. A gólszerző Tújner Viktor. Tújner mindenkit megelőzött középen, és aztán a jobb felső sarokba vágta a labdát. 1-1, nem kellett sokat várni az egyenlítő találatra, még egy perc sem telt el Lukács vezető gólja óta. Tújner, Monics állította meg az Old Boys támadását. Cserny kezében a labda. Tújner szeridíti meg a labdát. Így szerencséje volt Tújnernek, hiszen Lukácsról pattant az a MÁV kapuja felé a játékszer. Kapus azonban jó helyen állt. Pető adta el a labdát. Old Boys bedobás. Cserny. Fodor. Tújner. Ő a kapusát választja. Hajnal. Juhász mozog a kapu előterébe. Tisztára is játsza magát. Jól szállt középre a labda. Juhász Károly azonban célt tévesztett. Fejesét követően a labda a kapu mellé szállt. Hajnal tisztázott. Pusztai bedobása, pontosabban dobná csak a labdát, keresi az embert, nem talált megfelelő pozícióban álló játékos társat, vagy éppen a labda felé mozgó játékost. Újabb bedobás. Nem is bedobás, hanem szöglet. Pedőt is figyelmeztetni kellett, hogy a labda marad a földön, és a sarokról kell játékba hozni. Ukancsik. Jankovics. Monics. Ez jó labda Pusztainak. A fejes sem volt rossz, Fehér kapus azonban résen volt. Pető. Jankovicsnak adja haza, aki előre vágja a labdát. Ezzel nem tudnak mit kezdeni a társak. 9. percben járunk. 1-1 az állás. Hajnal. Cserny bedobása. Lukács előzte meg Tújnert. Pusztai. Messze pattant tőle a labda. Tújner. Egyből középre. Ezt Pető szerzi meg. Kirúgás. Pontatlan a labda. Bancsik. Fodor fejelte vissza. Lukács elől tisztázott.
Monics. Pusztai. Tújner csapja be Pukancsikot. Hajnal. Tovább teszi a vonal mellett. De Tújner picit beljebb húzódott. A labdát Monics vehette le. Pukancsik. Pető csúsztatott bele a labdába. A játékszer azonban elakadt Fodorban. Szöglet. Pető végzi el a sarokrúgást, Fehér pedig könnyűszerrel húzza le a labdát a levegőből. Fodor. Juhász. Tújner zárkózik fel a felező vonalnál. Petőt nem tudja becsapni. Hajnal Imre bedobása. Juhász pedig kézzel ér a labdába. Nem volt szándékos. A szabad rúgás azért jár a MÁV javára. Pető. Szép! Micsoda gól! Monicstól kapta a labdát Pető, és a kapunak háttal lekezelte azt, majd ráfordult, és jobbal kilőtte a jobb alsó sarkot. 2-1-re vezet a MÁV a 12. percben. Hajnal. Picit ideges megoldás volt. Képzelhető, hogy Hajnal Imrét még mindig bántja az imént bekapott találat. Monics. Juhász zavarta. Aztán Fodor támadja meg a kapust. Pukancsik. Fodor visszaér. Jankovics. Tújner előzte meg Lukács Krisztiánt. Monics teszi ugyanezt. Szkárolja a szemben. Juhász kezében a labda. Megpróbálta átdobni a túloldalra Tújner felé. Jankovics azonban figyelt és lehúzta a labdát. MÁV bedobás következik a találkozó 13. percében. 2-1-es vasutas vezetésnél. Jankovics. Pusztai. Tújner őrzi szorosan. Jankovics. Pusztai veszi le, aztán Cserny tisztáz. Lukács bedobása, Pukancsik kapásból vállalkozik lövésre. Lecsúszott a lábáról az első próbálkozás alkalmával a labda. Az ismétlés pedig elkerülte a kaput. Tújner. Juhász. Gelencsér érkezett. Tisztáztak előle. Pusztai indult meg majdnem a labdával. Hajnal volt bizonytalan. Juhász. Gelencsér. Fodor. Juhász. Fodor kapja vissza, szép támadás. Mellé. Tetszetős akció az Old Boys-tól. Gól azonban nincs a végén. Marad a 2-1-es MÁV vezetés. Monics. Fehér. Hajnal pörgeti fel. Pusztai.
Monić lopja a távolságot, még mindig Monić, most már a hatos vonalnál, ahol aztán szerelik Juhász. Monićnak oszt ki egy kötényt, Lukács. Pukancsik. Pusztai nem tudja lekezelni. Visszaszerzi a labdát azért Pusztai. Lukács, ez is szép játék, egy picit talán hosszú volt a labda Pusztainak. Fehér. Juhász. Most nem értették meg egymást Hajnallal. Máv bedobás. Monić kezében a labda, aztán inkább leteszi a földre és hátra gurítja Pukancsiknak. Most kapja vissza. Monić. Gelencsér mellett be tudja tenni. Szöglet. Mint szöglet, kirúgás van. Ezek szerint már kint volt a labda az alapvonalon kívül, amikor visszatette a labdát a MÁV játékosa. Tuiner. Hajnal. Lukács érkezett. Fehér. Ez nem volt pontos. Jankovics. Pusztai volt szabálytalan, kifelé jár a szabadrúgás. Tuiner. Pukancsik fejelte vissza. Pető. Pusztai. Fodor. Juhász. Tuiner. A kényszerítő nem jön össze. Fehér mozdul ki a kapujából. És Pusztai elől szabadítja fel az Old Boys kapuját. Játékvezetői labda, hiszen a plafont érte végszer. Ez sportszerűen visszaadja a MÁV kapusának. És aztán most már Monić vezetheti. Pukancsik már a labdával. Hajnal. Pető. Gelencsér kezéhez ért a labda. Szabadrúgás. Pukancsik. Szöglet. Pukancsik eltörte a labdát. Fehérnek nem volt túlságosan nehéz dolga felvenni a labdát. Jankovics. Pető csúsztatja meg, Pusztai. Szépen sarokkal teszi vissza Pető elé, aztán Tuiner érkezik becsúszva. És ő ment szögletre. Lukács ezt most remekül találta el. Fehérnek kellett hárítania. Másik oldalon Fodor tette maga elé a labdát és lőtt távolról, majd hogy nem a felező vonaltól. A játékszer elkerült a MÁV kapuját. Monić. Fehér húzza le. Aztán Tuinert Pusztai előzi meg, majd Hajnal szerel. Pukancsik bedobása. Pusztai középre fejeli, és jó a centerezés. Érkezik Lukács, aki Juhász Károly mellől a kapu jobb alsó sarkába helyezi a labdát. 3-1-re vezet a MÁV Alba Kerámia 57 Kft. Kronosz csapata a 20. percben. Lukács második gólját szerzi a mai találkozón. Juhász.
Pújner. Juhász. Kisodródva. Ezért megpróbálta a kapura tenni a labdát. Nem túl sok sikerrel. Monics. Pető. Monics. Hajnal piszkált Pusztai elé. Aztán Pető lőtt a kapu fölé. Tújner. Hajnal. Fölé. Jankovics kirúgása. Hajnal Imre fejelte vissza. Aztán Rikvi Csaba első labda érintése. Nem vezet igazán eredményre. Jankovics gurítja ki. Pusztai érkezik hátra labdáért, Hajnal követte szorosan, és aztán el is vette tőle a játékszert. Tújner féli előre, Hajnal leveszi, aztán ballal lő, Jankovicsnak kell védenie. Hajnal most zavart okoz azzal, hogy előre merészkedett. Fodor lövését hárítja Jankovics, aztán Rikli elől is kirúgja a labdát. Tújner. Most megnyomja az első félidő utolsó néhány percét az Old Boys. Gelencsér, Rikli combbal tette a magasba a labdát. Jankovics lépett ki. Fodor. Juhász. Pukancsikban elakad. Aztán három fekete mezes érkezett rá. Monics, kint volt már a labda. Csernyi. Juhász. Rikli bújik ki Lukács mellől. Pukancsik. Jankovics, Pukancsik, aztán a kapus kapja vissza, aki előre íveli a labdát. Winner fejeli ki. 23. perc, 3-1-es MÁV vezetés. Pusztai. Tújner Viktor mellett képterembe fordulni. Újabb bedobás. Lukács. Monics. Rikli zavar. Jankovics. Monics. Ezt szépen csinálta. Aztán Monics kiteszi Pusztainak, aki középre gurít egyből. Fehér vetődik ki. Lukács elől mentve. Juhász. Szöglet. Pető ért bele utoljára. Utána az utolsó lehetőségeinek egyike az első fél időben az Old Boys számára. Csernyi. Tújner. Csernyi. Nagyon kikeveredtek már a MÁV kapujának előteréből az Old Boys játékosai. Juhász lövi el mellé. Az első játékrész utolsó percén belül járunk. Jankovics hozta elő a labdát. Vok rejtekeiből. Újabb MÁV találat, a gólszerző pedig Pető.
kihasználva az Old Boys védelmének bizonytalanságát. Belepiszkál a labdába, és átemeli a kapus felett is. A 25. percben 4-1-re vezet már a Kronosz. És Lukács, valamint Pető egymást váltva rúgdossák a gólokat. Ők osztoztak eddig a Vasutasok 4 találatán. Igazságosan. És vége az első félidőnek, tehát a MÁV Alba Kerámia 57 Kft. Kronosz együttese 4-1 arányban vezet az Old Boys ellen 25 percnyi játék után. Így a második félidő elején gyorsan nézzük át a két együttes eddigi eredményeit. 2003-2004-es bajnokságban a MÁV Alba Kerámia 57 Kft. Kronosz csapata első fordulóban 2-1-re győzni tudott a Cséplusi Atlantis ellen. A Klubfecától 5-1-es vereséget szenvedtek, a Bretton RT 4-2-re verte a Vasudasokat, a Bombontól elszenvedett 3-1-es vereség következett, aztán a Bádogos is túljutott ellenfelén a Mávon 4-1 arányban, és akkor ismét egy győzelem a Turulline ellen, majd a legutóbbi fordulóban a Track Trailertől 4-2-re kap ki a MÁV játékosai. Tehát tulajdonképpen az élen álló csapatoktól rendre vereséget szenvedett a MÁV, a nehezén tehát túl vannak a Vasutas csapat tagjai. Nézzük az Old Boys az első találkozón 3-1-re verte testvér csapatát, a Klubfecát, azt a Klubfecát, amely a bajnoki címre törekszik idén. Aztán a második fordulóban a Bretton RT-től 7-1-re kapott ki az Old Boys, a harmadik játék héten a Bombontól 4-0-ra, a negyedik fordulóban a Bádogostól 10-2-re, az ötödik játék héten a Turult 11-3-ra verték az Old Boys öreg fiúi. Aztán a hatodik fordulóban egy újabb vereség a Tráktól 1-0 arányban, és a hetedik játék héten a Jó Rádiót 10-3-ra verte az Old Boys. Tulajdonképpen szinte ugyanolyan mutatókkal rendelkezik az Old Boys együttese, mint a MÁV. Az élen álló csapatoktól ők is kikaptak, a Turult mind a két együttes verni tudta, és érdekesség, hogy a Track Trailertől is, az újonc csapattól is mind a két alakulat vereséget szenvedett. Most az állás tehát 4-1. És egy jó 2 perce tart a második félidő. Ebben a játék részben még nem volt különösebb gólhelyzet. Rikli bedobása, Kukancsik fejeli ki, Csernyi szelidíti meg a labdát a felező vonal előtt, aztán legurítja Fodornak, aki távolról lő. Jankovics védett, Pusztai Csernyire vezeti rá a labdát, aztán megforgatja picit, Kukancsikhoz passzol, aki felzárkózott a támadáshoz, ő saját kapusát választja, így ismét a MÁV kapujának előterébe kerül a labda. Kukancsik a vonal mellett, Pusztai Csernyi mellett, nem tudja beadni, szöglet. Tujner kivágja. Pusztai. Monics bedobása. Fehér jön ki a kapujából, és hatalmas ordítással szerzi meg a labdát Lukács. Pető mellé! Nem sokkal került el a labda a jobb kapufát. Marad a 4-1-es MÁV vezetés. Csernyi. Monics Péter fejelte fel a magasba a labdát, Juhász Károlyt pedig kilökik az alól. Old Boys szabadrúgás. Egyedül Pusztai Attila maradott
sorfalat alkotva önmagával. Monić, létszámfölényben a MÁV csapata, és ki is használják ezt a létszámfölényt. A gólszerző Lukács Krisztián, aki már harmadik találatát jegyezheti a mai találkozón, és ezzel 5-1-re vezet a MÁV. Egy kontrakció, és egy újabb találat. A 30. percben járunk. Juhász, Rikli, Csernyinek adja hátra. Fodor, Csernyi, egy jobblábas lövés, Jankovics véd, szöglet lett a dologból. Rigvi szöglete, Fodor érkezett, őt azonban Pusztai előzte meg. Újabb Old Boys bedobás. Rikli Csaba, Juhász Károly elől tisztáznak. Fehér messze kint a kapujából, ezt veszi észre Lukács. A kivitelezésbe csúszott némi hiba. Csernyi. Tujner, merre veszi a labdát, aztán beteszi középre, Pukancsik szabadít fel. Juhász. Fodor. Két csapattárs közé. Tujner és Csernyi. Nézte a labdát, ahogy elgurult közöttük. Lukács. Pető egyel tovább Pusztainak. Pusztai befelé csinál egy cselt, aztán jobban lő. Fehér pedig véd. 32. perc. MÁV szöglet. Aztán ezt bedobásra váltja Lukács. Pukancsik nem találta el jól a labdát. Tujner. Petőről vágódik vissza a labda. Pukancsik messziről. Csernyi ért bele. Pukancsik. Tujner. Csernyi. Csernyi Csaba egyéb iránt a tavalyi bajnoki kiírásban még a Turullány csapatának szakmai tanácsadója, edzője volt. Pusztai. Tujnerben akadt el a labda, aztán most már Csernyi fordulhat a labdával. Jó a kényszerítő, Csernyi a bal lábára engedi a labdát, aztán lő a kapu mellé. Monić, Jankovics, Pető perdítette fel, Fodor szerezte vissza, Juhász, Csernyi, Tujner, Fodorról ment ki, Pusztai, be középre Lukács, ezt akár le is kezelhette volna, Lukács Krisztián azonban egyből lőtt. Nem találta el a kaput. Marad az 5-1-es MÁV vezetés. Pusztai. Ez sem volt veszélytelen, de az ő labdája is a kapu mellé száll. Tujner. Lukács. Pukancsiknak vissza. Pető. Pusztai. Nagy küzdelemben Csernyivel középen. Pusztai bedobása. Pukancsik érkezik középen teljesen tisztán. A fejes azonban nem pontos. Csernyi. Juhász. Monić. Nem volt szabályos a MÁV megmozdulása, bent volt a játéktéren belül a labda.
amikor elvégezték az oldalberúgást, ha lehet ilyet mondani. Juhász szépen forgatta meg Petőt, aztán Jankovicsnak kellett a labdához érnie, így lett szöglet a támadásból. Ezzel tulajdonképpen nem sokra ment az Old Boys. Pető dekázgatta ki a labdát a kapu előteréből. Juhász, ez egy szép akció. Odor lövéssel fejezte be a támadást. A labda elkerülte a kaput. Jankovics íveli előre, de túlságosan hosszan. A másik kapus, Fehér, most már kidobja a labdát Juhász felé. Pusztai szereli, aztán Lukács tologatja, és kilövi a jobb alsó sarkot. Lukács Krisztián negyedik találata, remek teljesítmény, és ezzel 6-1-re vezet a MÁV a találkozó 35. percében. Lukács Krisztián és Pető István tehát kisajátítják a góllövő címet a MÁV oldalán. Na, és akkor most már csatlakozik hozzájuk egy újabb társ, Pusztai Attila személyében. Mintegy 20 másodperc telt el az iménti találat után, és most már 7-1 az eredmény. Szétesett az Old Boys, ez most már demoralizáló különbség. A középkezdés után rögtön elveszítik a labdát a fehérmezesek. Ebből született az iménti pusztai tanálat is, és majdnem most is meg tudtak indulni a MÁV játékosai. Pusztai, Monics. Fodor ért bele. Bedobás. Pető, Pukancsik, Jankovics, egy Old Boys akció, Fodor lövése nyomán azonban a labda a kapu fölé száll, marad a 7-1. Hajnal Imre a második fél időben már nem áll csapata rendelkezésére. Almádi Ferenc és Gelencsér pedig csendben szemlélik az eseményeket a kispadról. Rikli még megmentette az oldalvonal előtt a labdát. Fodor, Tuiner, az egyetlen Old Boys találat szerzője. Old Boys bedobás. Tuiner merre veszi, aztán Lukács lép közbe. Ismét dobhatnak a fehérmezesek. Tuiner. Fodor robbant be, Jankovics azonban a helyén. Lukács. Csernyén nem jut át a labda, csak úgy félig meddig. Tuiner. Pukancsik vele szemben, Tuiner áthámozza magát Pukancsikon, és aztán Rikli lövi el végül a labdát a kapu fölé. 38. perc, 7-1-es MÁV vezetés. Fodor fülelte le Pukancsik labdáját, Tuiner Monicsban akad el. Bedobás. Juhász. Fodortól kapta vissza. Rikli. Monics fejeli ki. Fodor egy lövőcsel, aztán most küldi kapura a labdát, ami elgurul kapu előtt keresztbe. Hadilábon áll a gólszerzéssel az Old Boys. Tulajdonképpen a helyzetek megvannak.
társainak kell a palánk mögé bújni a labdáért, aztán Petőért segíteni. Pető bedobása, Pusztai elszakad Csernyitől, de a kaput nem találja el. Tujner. Csernyi. Fehér. Fodort rántja lepető. Szabad rúgást végezhet el az Old Boys. 99-es számmal Almádi Ferenc a pályán az Old Boys csapatában. Winner a labda mögött. Kéttagú sorfal talán picit közelebb van, mint 3 méter. Csernyi lövi el, nem is volt rossz. Nem sokkal suhant el a labda a jobb kapufa mellett. Csernyi előzte meg Pusztait. Pusztai bedobása, Fehér. A labda birtokosa, aztán most már Fodor. Juhász. Fodor, Almádi. Fodor lőtt el, de nem jutott el a labda a kapuig, mert Lukács állt a útját. Lukács. Pető várt. Azt hitte, Pusztaié lesz a labda. Nem így történt. Juhász. Picit körülményesen fordul, aztán Tujnerhez passzol ki a szélre. Jól hozzák fel a fehérmezesek, Tujner. Eladott labda, Monics. Fodort előzi meg, pontosabban futja le labdával együtt, aztán Lukácsot várja be, aki középen érkezik. Pusztai a bal oldalon, Lukács kapja vissza, lecsúszik a lábáról, Monics. Egy meglehetősen szemtelen megoldás. Fehér nyújtózott a labdát, nem érte el, de szerencséje volt az Old Boys kapusának, hiszen a játékszer át suhant a kapu fölött. Marad a 7-1-es MÁV vezetés. Tujner. Csernyi elől Lukács hozza el a labdát. Pusztai az oldalhálót találja el. Fodor. Tujner. Újabb bedobás, Monics. Pusztai törzi keményen Almádi, át is öleli, ha persze ez az ölelés nem éppen a szeretet jele. Monics, gyönyörű gól! Nagyon jól eltalálta Monics Péter a labdát a bedobás után. A játékszer a jobb felső sarokban köt ki, Fehér csak nézte. Épp úgy, ahogy az Old Boys minden egyes tagja. 8-1 az eredmény a 42. percben. Monics. Pukancsik. Jankovicsnak kellett kivágnia, mert támadták. Fodor. Pukancsik. Rapali is beállt 11-es számmal a MÁV csapatába. Pető ment le pihenni. Rikli. Juhász. Fodor. Pukancsik érkezik és szerel. Aztán Rapali vágja ki a labdát. Rapali Tibor egyébként 3 évvel ezelőtti bajnokságban gólkirályi címet szerzett. Almádi. Jankovics húzza le.
pusztai esik el 10 méterre az Old Boys kapujától. Cserny Csaba segítette ebben. MÁV szabadrúgás a 44. percben. Pukancsik a labda mögött, pusztainak gurítja le, aki nem lövi el, hanem tovább cipeli a labdát. Bedobás lett belőle. Pusztai. Monics. Csernyi. Juhász. Monics keresztezett. Almádi. Könnyedén szerelik. Monics. Rapali. Pukancsik a kapusának adja haza. Lukács. Szépen nyugodtan passzolgatnak a MÁV játékosai. Monics. Lukács. Sarokkal szerette volna középre tenni. Rikli azonban lefülelte a paszt. Aztán végig viharzik a pályán egészen addig, amíg el nem veszik tőle a játékszert. Pusztai. Őt Juhász szereli. Almádi. A bal oldalon zárkózott Fodor, de Almádi ezt nem vette észre. Szöglet. Fodor fölé. Egyetlen egy kivétellel képtelen eltalálni a kaput az Old Boys. Pukancsik. Pusztai. Eladott labda, Rikli. Csernyi. Almádi. Fodor. Almádi. Juhász. Azért bent van a szépítő találat. De nem volt ez annyira biztos. Fodor nem találta el igazán jól a labdát, a támaszkodó lábára pattant a játékszer, és végül a bal kapufa sietett az Old Boys segítségére. Ezzel a 46. percben változik az eredmény. 8-2 a MÁV javára. Tulajdonképpen ez már nem sokat változtat a dolgon, hiszen az már korábban nyilvánvalóvá vált, hogy az Old Boys a mai találkozón nem valószínű, hogy ki tudja harcolni akár a döntetlen eredményt is. Almádi, de még aztán bármi történhet. Almádi Ferenc parádés találata. 47. percben 8-3 az eredmény. Későn eszmél az Old Boys csapata, én úgy érzem. Ezzel nem mondtam túlságosan okosat. Hiszen mindössze 3 perc van hátra a találkozóból. A különbség pedig 5 találat. Csernyi. Pusztai támadja, fehér kapus segíti ki játékos társát. Jankovics. Pusztai felé a kidobás, aztán fehér öleli magához a labdát, majd Juhásznak gurítja ki. Juhász. Fodor. Juhász. Mellé. Jankovics keresi a szabad embereket. Nem talált. Csernyi. Pusztaiban elakad a labda. Fodor. Juhász zárkózik fel.
Fodor még mindig, aztán most már Juhász a labdával. Bedobás. Rikli. Jankovics jön ki. Majdnem leöklözi a fejeket is, nem csak a labdát. Fehér. Almádi. Fodor. Sokat fut most az utóbbi percekben. Máv bedobás. A találkozó utolsó percében járunk. 8-3-ra vezet a Máv. Monics. A jobb oldalon húzza meg. Némi szerencsével, de nála marad a labda. Aztán kiharcol egy szögletet. Monics sarokrúgása. Kukancsik érkezik, aztán lő ballal a kapu fölé. És ez volt az utolsó momentuma a MÁV Old Boys találkozónak. A MÁV Alba Kerámia 57 Kft. Kronosz csapata végül 8-3 arányban győzte le az Old Boys együttesét. A 8. játékhéten összesen 67-szer rezdültek a hálók. Ez a góltermés idén a 3. helyen áll. Következenek az összefoglalók. A forduló nyitó mérkőzésén a 100%-os mérleggel listavezető Bretton RT a C+V Atlantis Pub ellen lépett pályára. A Bretton már az első perctől beszorította ellenfelét, azonban a kékek védőfala jól zárt. Az idő előre haladtával egyre többször kerültek zicserbe a Bretton játékosok, a vezető gólt mégsem ebből, hanem egy távoli lövésből szerezték meg a félidő utolsó másodperceiben. A második játékrész elején aztán váratlanul egyenlített a C+V, újra nyíltá téve a meccset. A listavezető óriási energiákat mozgósított a győztes gól megszerzésére, s ez néhány perccel a lefújás előtt sikerült is. A Bretton RT ezzel 2-1-re győzte le a C+V Atlantis Pubot. Én úgy gondolom, hogy nehézé tettük magunknak ezt a meccset, mert igazából a helyzetek alapján nem 2-1-re kellett volna nyernünk, hanem nagyon sokkal. De hát sajnos ma ilyen nap volt, nem igazából tudtuk berúgni a helyzeteinket. Legközelebb biztos jobban sikerül. Sajnos az időskor kijött, sok sérültünk van. És hát ők vezetik a bajnokságot, és eléggé úgy tűnik, hogy bajnok esélyesek. És úgy érzem, hogy a csapat tisztesen helyt állt, és remélem a következő fordulókban jönnek a még nehezebb meccsek, vagy legalább ilyen nehezek, ugyanígy szerepelünk, csak eredményesebben. Kissé álmosan kezdte a Fehérvíz elleni mérkőzését a forduló előtt a dobogó tövében tanyázó Bádogos. A sárgamezes újonc ki is használta a lehetőséget, és 8 perc játék után 2 gólos előnyre tett szert. A folytatásban egyre jobban feljött a Bádogos, ám erejéből csak a szerencsés szépítő gólra futotta az első játékrészben. Fordulás után sem változott sokat a játék képe. A Bádogos ugyan többet birtokolta a játékszert, a Fehérvíz kontrái azonban veszélyesebbnek bizonyultak. A 34. és a 39. perc között 3-szor is betalált az újonc, és ez el is döntötte a 3 pont sorsát. A Fehérvíz végül 5-2-re nyert a Bádogos ellen. Nagyon jó meccs volt, mind a két csapatnak gratuláció. Talán jót tett nekünk az egy hét szünet, egy kicsit össze tudtuk magunkat kapni, a sérültek felépültek. Hát egy nagyon jó meccset játszottunk, és nagyon kellett ez a győzelem. Én úgy gondoltam, hogy ezt a 3 pontot azért be kéne gyűjteni, de attól függetlenül nagyon jól játszott az ellenfél, mi nem igazándiból játszunk, nagyon rossz szórással, tehát rengeteg helyzetet kihagytunk. A bajnokság eddig lejátszott szakaszában nem ment a játék a sárgamezes Fevitának, igaz, ugyanez elmondható volt aktuális ellenfeléről, a Turul Line-ról is. A két csapat mérkőzésének első félideje kiegyenlített játékot hozott, mindkét oldal bátran vállalta a nyílt támadó játékot, így lüktető iramot és 2-2 gólt hozott az első 25 perc. A második játékrész elején aztán következett egy nem mindennapi 5 perc, ekkor 4 találat is esett, ebből 3-at a Fevita, 1-et a Turul jegyzett. A sárgamezesek okosan tartották a hirtelen megszerzett 2 gólos előnyüket, sőt a mérkőzés végén meg is toldották 1-jel. Ennek köszönhetően a Fevita végül 6-3-ra győzte le a Turul Line együttesét. Az az igazság, hogy mi nekünk már nagyon kellettek a pontok. Szóval 3 ponttal voltunk, és hogyha most nem tudtunk legalább számítások szerint egy pontot szerezni, akkor lehet, hogy megfogott volna bennünket. A csapat akart, szerencsére csúsztak, másztak hátul. Kapura jött labda, sikerült el hárítani, úgyhogy... 6-3-ra nyert a Fevita, jobb volt 3 góllal az ellenfél? Mit mondjak, nem volt jobb 3 góllal. Ők berúgták a helyzeteket, mi nekünk kapufáink voltak. Jó játszottak, jó csapat a Fevita, attól függetlenül, hogy lent vannak a tabellán, látszik az, hogy jó játékosok.
A zöldmezes maratonsport a jól rajtoló újonc Track Trailer Köfém 2 ellen lépett pályára. A maraton váratlanul gyengén kezdte a bajnokságot, így a három bajnoki pontra égető szüksége volt a csapatnak. Ennek megfelelően zajlott is a mérkőzés, Szabóék esélyt sem hagytak ellenfelüknek. Az első játékrészben lőtt 3 gól után, a másodikban tovább folytatták gólkülönbség javító hadjáratot. A Track nem tudott mit kezdeni ellenfele agresszív védekezésével, az 50 perc alatt mindössze egyszer sikerült megzörgetniük a rivális hálóját. A maratonsport jó helyzet kihasználásával 9-1-re nyerte a Track Trailer Köfém 2 elleni mérkőzést. Megbeszéltük meccset, hogy mindenki a maximumot próbálja kihozni magában, mert eddig nem igazán mentek be a helyzetek, és hátul nagyon-nagyon sok gólt kaptunk, hát ma hála Isten minden bejött, úgyhogy sikerült nagyon ennyi győzelmet aratni. Az első játéknap után 2 héttel léptek pályára a forduló többi párosításának csapatai. A Dekkebau gyorsan ráébredhetett, hogy nem éppen könnyű ellenfelet tisztelhet a Bonbon együttesében. A tavalyi ezüstérmes, fehérmezes csapat már a második percben vezetést szerzett. Igaz, a Dekke játékosai is többször dologra késztették a Bonbon kapusát, mégis egyértelmű volt a csoki sok fölénye. A zöldmezesek sokat nem törődtek a védekezéssel, a Bonbon pedig leginkább Balló Zsolt révén sakmat helyzetig kijátszott akciókból lőtte a gólokat. A félidei 3-0-ás eredményt a folytatásban jócskán átalakították a csapatok. A Dekkebau ugyan szépített, de ez már tulajdonképpen semmit sem számított. A Bonbon akkor vette be ellenfele kapuját, amikor csak akarta, és még ilyen arányban is megérdemelten nyert. A végeredmény 11-2. Akarat gyengén futballoztunk. Feladjuk, kapunk 1-2 gólt, utána teljesen szétesünk, feladjuk. Ennyivel viszont jobb is volt így az ellenfél. Gratulálok neki. Úgy érzed, hogy ekkora különbséggel is teljesen megérdemelten nyert az a... Talán zicsert kihagytak, megérdemelten nyertem. Remélem, hogy továbbiakban könnyebb meccseken megpróbálunk pontokat hozni. Ha nem, akkor megyünk vissza egy osztály elején. Úgy vettem észre, az elején beálltak védekezni. Itt ez meg is mutatkozott a félidei 3-0. Csak ennyi gólt tudtunk rúgni, és második félidőben úgy érzem, hogy kicsit kitámadtak, és átrohantunk rajtuk, ez volt végül is. A Klubfec a Jórádió 97.1 összecsapáson nem kellett sokat várni az első gólra, hiszen a Feca már a 20. másodpercben előnyre tett szert. A lelátó embere gondolhatta, gólgazdag találkozó ígérkezik, és így is történt. A zöld trikós bajnoki címre pályázó Klubfeca tulajdonképpen már a 17. percben eldöntötte a győzelemért járó 3 pont sorsát, hiszen a félidő derekán már 6-0 volt az eredmény. A mérkőzésre nagy iram volt jellemző, köszönhetően annak, hogy a Jórádió a kínos hátrány tudatában is próbálkozott a gólszerzéssel, sikertelenül. A Klubfeca játékát az agresszív, gyors, labdabiztos és gólra törő jelzőkkel lehetett illetni, és ez a minőségi futballt eredményezett. A Feca végül megsemmisítő vereséget mért a Jórádióra, 13-0 lett a vége. Gyorsan rúgtuk a gólokat, és ez nagy mértékben befolyásolt az ő játékukat, megpróbáltak ők is kitámadni, mi kontrájuk pedig rendre bejöttek, úgyhogy ennyi volt ez a mérkőzés. Érzésed szerint ekkora különbség van a két csapat között? Szerintem nincs ekkora különbség, jó ütemben rúgtuk a gólokat, és ők is megfelelően játszottak, vannak ügyes játékosaik, akik jól játszottak, most szerencsésen sült el nekünk minden. Ez a mai meccs ez kicsit egyértelmű volt, azt hiszem játéktudásban a különbség kidomborodott rendesen. Ekkora a különbség a két csapat között? Hát ha nagyon lelkem mélyéről szólok, akkor van ekkora, igen. Képzett játékosok voltak a másik csapatban, nagyon jól csinálták, amit csináltak, gratulálunk nekik. Az első osztály 8. fordulójában a következő eredmények születtek. Cséplusé Atlantis Páb Bretton RT 1-2, Fejérvíz Bádogos 5-2, Fevita Turulline 6-3, Maratonsport Track Trailer 9-1, MÁV Old Boys 8-3, Dekkebau Bonbon 2-11, Klubfeca Jórádió 13-0. A bajnokságot a Bretton RT vezeti 24 ponttal, eddig 100%-os teljesítménnyel, második a Klubfeca 21 ponttal, a harmadik helyen a Bonbon áll 19 ponttal, de a Bádogosnak is ugyanennyi egysége van. 5. a Cséplusz V, 6. a Fejérvíz, 7. a Maratonsport, 8. a Track, 9. a MÁV, 10. az Old Boys, a kieső helyeken jelenleg 11. a Fevita 6, 12. a Dekkebau szintén 6, 13. a Turulline ugyancsak 6, és 14. a Jórádió 3 ponttal. Az 1B-ben a 7. forduló mérkőzéseit játszották a héten, Shellgas Poyák BT 15-4, Alba Komplett Pici Csel 5-2, Cooper SC Obsütos 4-5, FC Chelsea Coral 1-0, Szép Hőplacbau 3-1,
Total Food, ságépítő 1-4, Duplex, más tészta 3-3. A tabellát a Cooper SC vezeti 15 ponttal, a Picicsel a második szintén 15 ponttal. Aztán jó pár 13 pontos csapat, a Duplex, a Szép Hő, a más tészta és az Alba Komplett. A tabella végén pedig 11. az Opsitos 6, 12. a Koral 4, 13. a Total Food 4 és 14. a Poyák BT 2 ponttal. Kedves nézőink, a 9. fordulóban, azaz a jövő héten a Turuline a Fejérvízzel, a Jó Rádió a Mávval, a Bádogos a Dekkebeuval, a Track a Fevitával, a Bombon a C+V-vel, az Old Boys a Maratonnal, még a Bretton RT a Klubfecával méri majd összerejét. Kedves nézőink, műsorunk végén megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!